A bajnoki ligája szereplésünket végignézzük ebben az évben, akkor szinte nagyon jól leképeztük ezt a kettősséget, ami akár ma is jellemezte, illetve akár tegnap is ma jellemezte a csapatot. A bajnokságban kiegyensúlyozott volt a teljesítmény, két pontot veszettünk egyszer egy döntetlennel, de a BL-ben igenis voltak ezek a hullámzások, ami láthatóvá tette a számomra, hogy mennyi munkát kell elvégezni. Nyilván rengeteget is dolgoztunk. Az, hogy egy-egy ilyen mérkőzés a végén szét tud csúszni, sajnos szét tud csúszni. Valamikor ugye első két negyed az abszolút egy ilyen masszív jó játéknak tűnt. Nem tudtuk belőni azokat a helyzeteket, a lefordulásainkat, a forrók azok teljesen veszélytelenek voltak ma, és ezáltal ugye egyre nehezebbé vált, mint hogy egy ólomtengerben úsztunk volna, az ott a végén az érzésem. Az olimpiákhoz meg hirtelen így az első két negyed után így előbukkant. Tehát ugye lehet azt mondani, hogy semmiből mellőtte úgy nem volt annyira látványos a játék, és puff, elkezdtek játszani a mi hátunkon, én így érzem. Tehát, hogy egyszerűen elkezdtünk ajándékozni nekik helyzeteket, lefordulásokat. Nyilván ebben benne van a fáradtság, a mentális koncentráció, ez sajnos ezen a szinten benne van. És benne is volt igazából az elmúlt években is, talán nem a végjátékokban, most a végjátékban volt egy ilyen teljesítmény, amit tényleg sajnálok. De összességében ez a 10 év, egy csodálatos 10 év volt számodra, és nyilván most nem ebből a 6. helyből kell kiindulni, hanem még a 15 kupából. Vannak most benned így érzések, hogy úgy, ahogy lejöttél, hogy ez volt az utolsó mérkőzés így a FTC-ben? Persze, ez most így napok óta zajlik, talán ugye az otthoni búcsúztatás óta zajlik bennem ez a folyamat. Valahol egy gyász folyamat, hiszen ez az életem része volt, az otthonomnak tekintem és tekintettem is a Fradit. 13 év, amióta hazajöttem még játékosként, és utána edzőként, nyilván mély érzelmeim vannak, és így fokozatosan jött ez az érzés, hogy ennek a korszaknak az életemben most van egy végpontja.